Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav. U današnjem etnikumu vodimo vas u Beli Manastir gdje ćemo se družiti s mađarskom nacionalnom manjinom. Posjetili smo Prelo i Međunarodnu smotru folklora u organizaciji Mađarskog kulturnog društva Belmonoštor. U Osijeku smo bili na otvorenju povijesne izložbe Čistom vjerom, čvrstom rukom koja predstavlja kralja Svetog Vladislava. Također smo u Osijeku posjetili nogometni kamp nacionalnih manjina. Biće tu zanimljivih tema, tako da svakako ostanite s nama. Prela su nekada bila od velike važnosti obiteljima na selu. U jesen, zimi, kada je bilo manje posla na polju, prijatelji su se sastajali u večernjim satima kako bi se veselili, družili i pjevali. No ipak je glavni cilj bio da žene izrađuju ručne radove. Danas te običaje oživljavaju u raznim udrugama, a jedna od njih je i Mađarska kuća u Belom Manastiru. Mađarsko kulturno društvo Belmonoštor iz Belog Manastira već tradicionalno svake godine organizira Prelo. Ove godine, pored podučavanja izrade baranjskih motiva, imali su izložbu starih ručnih radova. Ezo mai aktivitás, jobban mondva kézműves foglalkozás, egy közös projektnek a része a magyarországi natúrfalusi barátainknak az invitálására sikerült létrehozni ma ezt a kézműves műhelyt, és Polgár Zsuzsi segítségével, akit az asszonykáknak új mintákat mutat be, új technikákat mutat be, és remélem, hogy mindenki elégedetten fog ma hazatérni erről a kézműves foglalkozásról. Egyesek egész éven keresztül ápolják a hagyományt, főképp a Juli, aki sokat tett a drávaszögi viseletnek az elkészítésében, de azon kívül más aktivitások is vannak az egyesületben. Izložbu su složile članice udruge, a skupe primjerke ručnih radova koje su naslijedile od svojih baka i prabaka donijele su od kuće gdje ih brižno čuvaju. Udruga inače djeluje od 1997. godine i vrlo je aktivna na niz područja. Az egyesületnek egy olyan 150 tagja van, abból nagy része, egy része a társcsoportokon keresztül veszi az aktivitást, a hagyományőrzőkön, az asszonyokon keresztül, tehát különböző szakcsoportokba tevékenykedünk, és ez úton szeretném meghívni, szintén elindul a játszóházunk, ami minden kedden 5 órakor van megtartva, úgyhogy szeretettel várunk minden kisgyereket, nem mondom azt, hogy kisiskolást, oviskorút, de az első osztályosok is eljöhetnek. Osim ručnih radova, s barenskim motivima izloženi su i slavonski motivi koji se međusobno razlikuju. Zajedničko im je što su rađeni na prirodnoj tkanini i što su još uvijek lijepi, kao da su danas izrađeni. Estén kurugyul hoztam, az a nagy terítő, az én déd, apám öreganyának, az én déd öreganyámnak volt a stafírja. Úgyhogy öreganyám még 52-ben meghalt, de 3 ilyen terítője maradt, ezek ágyterítők. 2 piros csíkos, 1 fekete. A 2 lány testvér, mi örököltök a pirosat, a testvérem, a fiú testvérem az a feketét. Ezt tett kórógyon saját magik csinálták az asszonyok, szűték, mert szűtes. És büszke is vagyok rá, hogy ilyen szépek, meg még benne a betét, a csipke, azt is ők saját magik csinálták. Úgyhogy mikor a dédmamikám meghalt, akkor ezt elosztották nekünk, dédunokánknak, hogy ez legyen a miénk, mivel apámnak nem volt testvére, ott lány a családban nem volt, csak mi az unokánk. Ön tudja csinálni ezeket a szlavóniai minták? Valamikor anyinak segítettem, mert anyám szűvött végig, segítettem úgy csévözni, úgy mondtak csévölni, úgy rakni azokra a hosszú csévökre rá a pamukot, azt segítettem, de ezt csinálni nem tudom. Amikor anyám a pokrócokat is szűtte, ami a földre való, azt is segítettem, de egy pár ütöttem azon a fán, és kész, ez volt az én tanulásom. Csak így szerettem, meg mai napig is igen szeretem a régi dolgokat, amit déd öreganyám, meg öreganyám, meg anyám hagytak ránk. És ön kézi munkázik? Igen, jó, én kézi munkázok, mert igen szeretem a kézi munkát. Én nekem rengeteg sok kézi munkám van. A szőtesek a nagymamától vannak, anyukámtól és a nagynénémtől. És ön maga is csinálja a szőtteseket? Én csak kézi munkáztam rája, mert a szőttes az magából, ugye
csak szőttes, úgyhogy én kézi munkáztam rája. Hallottuk, hogy ön nagyon jól ismeri a baranyai hímzést, és ezzel ugye foglalkozik is. Ma tanult-e itt valami újat a magyarországi vezetőtől, aki ugye tanította önöket? Hát, hogy nem, minden alkalommal tanulunk valami újat, mert ez tehát nagyon, nagyon szép munka, de nagyon nehéz megtanulni. Mindig tanulunk valami újat az véget, mert van, hogy egy kicsit eltévedünk benne, és akkor ki kell javítani. Mert akkor eredeti, ha eredetien van megcsinálva. Ön mikor talál időt kézi munkázni? Hát legtöbbet télen. Akkor érek rája. Tehát a tél az a kézi munkázásnak az időszakja. Organizátori su na prelo pozvali stručnjakinju iz Pečuha, koja je ženama pokazala nove baranjske motive. Ez egy folyamatnak egy része. Elindult már jó néhány évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy én imádom csinálni a drávaszögi hímzéseket, csak nincs kivel. Itt pedig kiderült, hogy szeretnék csinálni a drávaszögi hímzéseket, csak nincs, aki irányítsa az asszonyokat. Így aztán akkor ilyen ügyesen összejött a dolog, és most már többedik alkalommal érkeztem ide, és tanuljuk, visszatanuljuk, megtanuljuk a drávaszögi hímzések készítését. Ön hol tanulta meg a drávaszögi hímzéseket? Hát én bizony Pécsett. Pécsett a 70-es, 80-as években nagy kultúrája volt a hímzésnek, és a régi nagy szakkörvezetőktől tanultam. Én a Néprajzi Múzeumban találkoztam egy drávaszögi főkötővel, és ez egy életre szóló szerelmet jelentett. Ott kezdtem el rajzolgatni, tervezni, búvárkodni, és nagyon sok szakkört is vezettem, ahol nagyon sok mindenfélét csináltunk, többek között a drávaszögi hímzést. Itt viszont csak ezzel foglalkozunk. Bilo bi nezamislivo druženje u društvu Mađarica, a da se gosti ne zaslade ukusnim kolačima. Az asszonyok nagyon ügyesek, mindenki, aki jött, az itteniek hoztak egy kis finom sütit, és akkor ez egy ideális alkalom arra, hogy recepteket is cseréljenek egymás között. Sok finomságot lehet megkóstolni sós vagy édes formába, úgyhogy nagyon ügyesek, nem csak varnak, sütnek is, és más ügyességgel is foglalkoznak az itteniek. Tradiciju i običaje treba njegovati u svako doba jer u obiteljima polako nestaju. Na sreću postoje ovakve udruge koje zaslužuju svaku pohvalu jer se trude očuvati stare vrijednosti. Na terenu Nogometne akademije Krpan Babić u Osijeku održan je 8. nogometni kamp nacionalnih manjina Republike Hrvatske u organizaciji Nogometne akademije nacionalnih manjina iz Slavonskog Broda i svjetske organizacije Roma. Poruka kampa bila je stop nasilju, rasizmu, nacionalizmu i netoleranciji. 8. nogometni kamp nacionalnih manjina okupio je oko 150 dječaka i djevojčica pripadnika svih nacionalnih manjina. Osijek je jedan multinacionalni grad gdje se poštivaju svi narodi i narodnosti. I tako smo sretni da po ovaj 8. put dođemo i u Osijek. Da pošaljemo tu poruku jedinstva, zajedništva, da ne bude mržnje, kako na sportskim terenima, tako u školama. Po prvi puta su uključena i djeca iz Doma za napuštenu djecu Klasije iz Osijeka, Centra za odgoj i obrazovanje, odnosno djeca azilanata i migranata. Došao sam ovdje da bi malo naučio što o nogometu. Već ja tu treniram, znam puno, ali uvijek se može više naučiti. Pa evo sad sam tek krenula igrati, ali znam i nekad u domu igrati s prijateljima. Volim nogomet igrati. Voliš nogomet jer i pratiš nogomet. Ko ti je uzor? Kog voliš najviše od nogometaša? Ronaldo. Ova manifestacija prošla je već određene gradove u Hrvatskoj i tako stigla i do Osijeka. Nacionalne manjine su sigurno vrijednost i bogatstvo Republike Hrvatske. To dokazuje evo i pokroviteljstvo i premijera Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, čiji sam izaslanik ovdje danas. Prije mjesec dana smo sve skupa ovo dogovarali. Osječko-baranjska županija nije dvojila ni trenutak da ovakvu manifestaciju treba
podržati, čak što više, mislim da nam ovakvih stvari fali u sustavu, ne samo retorike nekakve radi, pa sve to nešto sada lijepo, nacionalne manjine, mislim da to postaje sastavni dio života na ovom prostoru. Organizatori su istaknuli kako već planiraju novi kamp, 9. po redu, koji će se održati u Puli. Sve gradove želimo obići, sve županije, kad to sve obiđemo, to je jedna naša misija, naša vizija, da ljudi upoznaju da ima neko ko želi zbližiti ovu djecu i da se lijepe poruke mogu slati, da čovjek bude sretan, da ima takvi ljudi koji čine takve korake prema nekoj socijalizaciji, integraciji i zajedništvu. Baktale, Saro Mensa, Ander Hrvatska. Udruženje i nogomet ipak je najvažnija poruka kampa zbog kojeg se i okupe djeca, a to je borba protiv nasilja, rasizma, nacionalizma i netolerancije. Što očekuješ od ovog kampa? Pa da ćemo se svi zabavljati, naučiti puno toga i naravno da će biti isto tako zabave, ali najvažnije je da se nauči i da ima prema svima isto iste namjere kao i prema drugim ljudima. Voliš nogomet? Pa volim, da. Igram, ali ne igram ovak za neki klub, ovak, rekreacija samo. Što očekuješ od ovog kampa? Pa, nadam se da će to biti dobro i za nas i za sve koji treniraju. Nacionalne manjine su stvarnost na ovom prostoru koji sa svojom kulturom i tradicijom bogate cijelu našu državu. Što ih bolje budemo uključili u hrvatsko društvo, što budemo se bolje odnosili jedni prema drugima kao partneri, mislim da će nam biti svima bolje. Ovdje su u pitanju djeca koja su apsolutno vrijednost onoga o čemu govorimo. Nadam se da će na ovom kampu i u ovom kampu naučiti ponešto. Nogometni kamp je dokazao da i preko sporta gradimo mostove koji spajaju, a ne razdvajaju. Čistom vjerom, čvrstom rukom naziv je izložbe koju je postavio Generalni konzulat Mađarske u Osječkom muzeju Slavonije u sklopu muzejskog četvrtka. Izložba je postavljena povodom spomen godine Mađarskog kralja Svetog Vladislava, a otvorio ju je Dinko Šokčević, ravnatelj Mađarskog instituta u Zagrebu. Ugarskog kralja Ladislava I, poznato kao Sveti Ladislav, legenda prikazuje kao pobožnog viteškog kralja. Popularan je svetac u Mađarskoj i šire i suzaštitnik je Zagrebačke katedrale. Povodom spomen godine Svetog Vladislava u Osijeku otvorena je izložba pod nazivom Čistom vjerom, čvrstom rukom u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske u Osijeku i Muzeja Slavonije. U sklopu muzejskog četvrtka, kada organiziramo mnoštvo različitih događanja, među inima i otvorenja izložbi, planiramo uvijek u sklopu četvrtka. Ovaj četvrtak smo otvorili izložbu koja je vrlo interesantna, dakle, što se tiče same tematike, iz razloga tog što s jedne strane pak se nadovezuje na naš stalni postav, a s druge pak strane, dakle, svojom tematikom na neki način povezuje i narode pa i države, u konkretnom slučaju Hrvatsku i Mađarsku. Sveti Ladislav štovan je i u Hrvatskoj. Kada je kanoniziran u 12. stoljeću, njega se kao sveca dosta dugo u hrvatskim zemljama štovalo. Interesantan iz niza razloga, jer je dakle, bio povezan i sa srednjovjekovnim hrvatskim kraljima, dakle rodbinskim vezama. Tako da evo, ova interesantna tematika na neki način u Muzeju Slavonije nas evo, na neki način stvara kao mjesto i susreta, pa i dijaloga, ali evo i mjesto povezivanja različitih naroda u onom segmentu gdje dijelimo puno toga zajedničko. Nazočne gosti na otvorenju izložbe pozdravila je i zamjenica gradonačelnika Osijeka i izrazila svoje zadovoljstvo za suradnju s Generalnim konzulatom Mađarske, zahvalila na njihovoj aktivnosti i kreiranju kulturnog i društvenog života našeg grada. Tema izložbe i za nju je bila zanimljiva. Mađarski kralj Sveti Ladislav za Hrvate je iznimno značajan, budući da je upravo on koncem 11. stoljeća u Zagrebu osnovao biskupiju. A upravo to, taj događaj bio je jedan od najvažnijih preduvjeta nastavka priče Zagreba kao kulturnog, vjerskog i političkog središta hrvatskog naroda.
Izložba je zajedničko djelo jedne ekipe iz Budimpešte i dvostrukog je sadržaja. Dio je nastao uoči obljetnice kralja Ladislava, a drugi dio govori o kultu kralja u Hrvatskoj, koji je dodao ravnatelj Mađarskog instituta u Zagrebu, kulturnog odjela Mađarskog veleposlanstva Dinko Šokčević. Mostan slavo múzeumban tulajdonképpen két kiállítást nyitom meg egyszerre. Az egyik az a Szent László életét és munkásságát mutatja be, a másik pedig a Szent László kultuszát bemutató középkori freskókat szerte az egykori történelmi Magyarország területéről. Az idei évet a magyar kormány Szent László emlékévé nyilvánította, és ezért keletkezett ez a tablókiállítás. Budapesti történész és művészettörténész csapat készítette. Én csak kiegészítettem három tablóval, amelyen bemutatom Szent László király horvátországi kultuszát. Ladislav je za Ugarsku imao veliku ulogu, budući da je učvrstio kraljevstvo nakon anarhije koja je nastala nakon smrti svetog Stjepana I. kršćanskog kralja, a učvrstio je i samo kršćanstvo. Međutim, kako smo već rekli, imao je važnu ulogu i za Hrvatsku. Szent László elsősorban nyilván a magyar történelem szempontjából nagyon fontos, amiért megerősítette Szent István életművét, a keresztény Magyarországot. Ugyanakkor viszont ő volt az, akinek személye összeköti Horvátországot Magyarországgal, hiszen testvére Ilona a horvát király Zvonimirnek volt a felesége. És tulajdonképpen később az Árpádház ezen a rokonsági alapon szerezte meg a horvát trónt. De László személyes kapcsolata Horvátországgal még ennél is talán közvetlenebb, ugyanis ő alapította meg a zágrábi püspökséget, amit egyébként Szent István királynak szentelt, és a zágrábi püspökség megalakítása rendkívül jelentős volt Zágráb történetében. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ő alapozta meg azt a későbbi fejlődést, ami által Zágráb a mai Horvátország fővárosa lett. Ladislav je prvi koji je proglašen svetim, a da nije bio mučenik, budući da su u srednjem vijeku svetim proglašavali samo mučenike koje su dali svoj život za vjeru. Szenté azért avatták, mert egyrészt megerősítette Szent István életművét, a keresztény Magyarországot, másrészt pedig szerepet játszott ebben az is, hogy ő a betörő pogány besenyő kunok ellen harcolt, és sikerrel védelmezte meg a keresztény országot, és ugye harmadik Béla korában avatták szenté, éppen ez volt a legfőbb oka annak, hogy őt az egyház szentjei sorába fogadta. Ugye egyébként három püspökséget is alapított, nem csak az Ágrábit, azon kívül még kettőt, és emellett a nagyon jelentős kultusz alakult ki az egész középkori Magyarországon. A későbbiekben pedig megmaradt Szent Lászlónak ez a jelentősége, és mind a mai napig tisztelik. Generalni konzulat Mađarske u Osijeku organizira razne izložbe, tako je zahvaljujući njihovoj aktivnosti uslijedila i ova izložba povijesnog karaktera. A mai kiállítást főkonzulátusunk, Magyarország Eszéki Főkonzulátusa szervezésében került sor, amelyet a kiállítás anyagát a Zágrábi Magyar Intézet biztosította, és nagy örömünkre szolgált, hogy Sokcsevics Dénes intézetigazgató is részt volt venni, illetve hasznos információkkal látott el minket a történelmi eseményekről. A kiállítás helyének a Szlavó Múzeum adott otthont, aminek nagyon örülünk, mint oly sok esetben most is társszervezőnk és partnerünk volt abban, hogy ez a kiállítás megvalósulhasson. Na izložbi su izrečene mnoge poučne informacije koje su svim nazočnim gostima približili kralja Svetog Vladislava. Njegov kult će živjeti vječno i uvijek će ga prikazati kao prvaka vjere i junaka domovine. U sklopu manifestacije Dani gospodarstva i kulture Mađara u Hrvatskoj, u organizaciji Saveza mađarskih udruga i Pučko otvorenog učilišta Baranje Julija iz Belog Manastira, održan je 13. Međunarodni festival folklora. Na festivalu sudjelovali su sudionici iz 6 zemalja, 6 različitih narodnosti. Preko plesa i glazbe ovaj festival spojio je veliki broj mladih koji će u budućnosti njegovati prijateljstvo i suradnju. Mađarsko kulturno društvo Pijelmonoštor iz Belog Manastira kao glavni organizator međunarodnog festivala napunio je belomanastirsku kinodvoranu s ljubiteljima etnoglazbe i folklora.
Ez a 13. Nemzetközi Néptánc Fesztivál, és 7 csoport lép fel itt ma. Úgy mondhatjuk, hogy ezek egy kis kulturális nagykövetek, akik ma itt fellépnek, mivel Makedóniából jöttek, Veleszről, Kolozsvárról, Erdélyből, Püspökladányról, Magyarországról, azon kívül Csantavérről, Vajdaságból, és a helyi horvát-szerb kultúregyesület szintén vendégünk ma itt este ezen a Nemzetközi Néptánc emlén. Takve vrste suradnje samo mogu ojačati društvo, a mladima pružiti mogućnosti za dobru volju da se što aktivnije uključe u rad udruge. Na takvim festivalima rađaju se prijateljstva, pa čak i ljubavi. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy ennyi nemzetiség itt van. És úgy mondhatjuk, hogy egymásnak adjuk át a kultúrát. Ez a mai világban, amikor a globalizáció kellős közepén vagyunk, nagyszerű, hogy valaki megőrzi a gyökereket, a kultúráját, a hagyományait, és őszintén nagyon nehéz tartani ezeket a kapcsolatokat, amikor ilyen nagy távolságokról kell kommunikálni egymással. De minden évben egymást látogassuk, egymás vendégei vagyunk, és a mai média világban, jobban mondva a Facebook korszakban, a gyerekek egymás között év közben is tartják a kapcsolatot, tehát nem csak azokon a fesztiválokon, ahol mi részt veszünk, hanem az év folyamán is. Predstavili su se i belomanastirci, pripadnici srpske nacionalne manjine. Ja volim da sam deo ove manifestacije, odnosno naše društvo da je deo ove manifestacije gde upoznajemo različite narode, njihove kulture, običaje. Znači to su sva društva iz različitih krajeva iz naše okoline koja neguju svoje običaje i svoju tradiciju. Srpsko društvo u Belom Manastiru djeluje već niz godina. Društvo Jovan Lazić je osnovano davne 1947. godine i kroz menjajući imena od radničkog društva preko kulturno-umetničkog društva ovaj naziv nosi Srpsko od 1998. godine. Znači ove godine slavimo važan jubilej 70 godina postojanja. Skupine iz drugih država ugodno su se osjećali na trodnevnom festivalu, za što su se posebno pobrinuli njihovi domaćini. Ansambal se vika Keramičar, kao što spomenuo, postoje me već 63 godine, znači 1954. godina je formiran i raboti me kontinuirano sve do den deneska, patuvame ovde kad sme već po tret pat, dojeljame. Имаме учествувано на многу, многу фестивали из Европа. Имаме освоено, морам да потенцирам, два Гердана. Тоа е во Дижон, во Франција. Тоа е светски фестивал, каде што учествуваат над 40 држави од цел свет. Освоиме првиот пат бронзен, вториот пат сребрен Гердан. Исто така имаме освоено и во Турција, сребрена медалја. И многу, многу признание и благодарници така нам. Ансамблот број негде около 180 членови, значи ученици, повеќето студенти. Остануваме до недела, овие три дена, на оваа манифестација. Ќе се представиме, веќе се представиме со Овче полка, тоа е еден дел од средишниот дел на Македонија. Потоа ќе настапиме со игри од Прилепскиот дел на Македонија. А иначе имаме од сите делови на Македонија ги гаиме хореографии, така обичаи.
Szarkaláb Néptánc Együttest képviselem. Kolozsvárról érkeztünk, Erdélyből. Körülbelül egy olyan 20 éve táncol ez a tánccsoport. Én személy szerint 3 éve vagyok tagja, 3. éve. A Bormaratonon már rendszeresen részt veszünk. Én most vagyok másodszorra itt, de a Szarkalábnak nagyobb múltja van ezen a fesztiválon. Nekem személy szerint nagyon tetszik. Másfajta vidék, mint ahonnan én jöttem. Én ugye hegyvidékről származok. A csoportnak is úgy látom, hogy rendkívül tetszik ez az itteni éghajlat, hogy ilyenkor ősszel is itt meleg van, mert nálunk már eléggé hideg van, most már a kabátokat fel kell venni. És például a barátnőm személy szerint nagyon örvendett annak, hogy nem kellett felöltözni úgy, mint egy eszkimó. Stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala što ste i danas bili s nama. Do sljedećeg susreta. Doviđenja i ugodan vikend vam želim.